Egy 2017-es kormányhatározat értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 30 milliárd forintot különített el költségvetéséből, amelyből 70 református fenntartású óvoda újulhat meg és bővülhet ki. Ebben az országos óvoda programban pályázott sikeresen az Újvárosi Református Egyházközség és a Szikszai György Református Óvoda és Általános Iskola. Farkas Éva Erzsébet polgármester a témával kapcsolatos sajtótájékoztatón elmondta, szinte az összes városrészben újultak meg oktatási intézmények az elmúlt időszakban, ez a beruházás egy újabb fontos állomás. Egy közel 400 millió forintos beruházásnak köszönhetően az itt jelenlévő óvoda, amelyben jelenleg 113 gyermeket nevelnek és gondoznak, ez az épület 855 négyzetméter hasznos alapterülettel té fog bővülni, és a meglévő épületrész is teljes mértékben megújul, mind energetikai, mint pedig eszközbeszerzés és nyilván a neveléshez szükséges feladatellátás révén fog megújulni. Az épület meglehetősen öreg, eredetileg nem arra tervezték, hogy óvodai funkciókat lásson el, így a beruházás számos hiányosságot orvosolni tud majd. A felújítás után egy nagyon korszerű tálalókonyhával fogunk rendelkezni, tornaszobával, ami majdnem tornaterem nagyságú, ahhoz tartozó szertárakkal, sószobával, ami a gyermekek egészségének a megőrzését biztosítja, illetve a felnőtteknek a munkavégzéshez elengedhetetlen tárgyi és infrastruktúrális feltételek is biztosítva lesznek. Ezekkel összességében szinte megduplázódik majd az intézmény hasznosítható tere. Kotormán István református lelkész a sajtótájékoztatón elmondta, az Újvárosi Református Egyházközség régi célja valósulhat meg a szóban forgó fejlesztéssel. Nagyon sok felújításon vehettünk részt, ugyanis az iskola egész területe ebben a 20 évben teljesen megújult, és most nagy öröm számunkra, hogy végre az óvoda is ebben a programban részt vehet, és egy nagyon szép, modern, 21. századnak megfelelő óvodánk lesz. A munkálatok megkezdésének időpontjáról még folynak az egyeztetések. Az említett városrészben több más nagyszabású beruházásról is döntött már Makóváros önkormányzata. Itt fog megépülni nettó 600 millió forintból az újvárosi kézilabda munkacsarnok, a Jurcsula utcai orvosi rendelő is a közelmúltban újulhatott meg, ebben az esztendőben pedig az ugyanebben az utcában található gyermekorvosi rendelő korszerűsítését is célul tűzte ki a városvezetés.